Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. A mai műsorban vidorozunk, szólunk a SOM Fesztiválról, valamint a közelgő ásványbőrzéről, de mindenek előtt a Nemzeti Vágtáról ugyanis. Szabolcs-Szatmár Bereg megye újra éllovast adhat a Nemzeti Vágtán. Idén Újfehértó is verseng a fővárosban, ráadásul egy nem mindennapi kiállításról is készülnek. Erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van a stúdióban Nagy Sándor polgármester, valamint Garai Ricsi, aki lovasként fog vágtázni végestelen végig. Hát gratulálok neked, Ricsi, az egész Kölcsei TV stáb nevében. Hogyan kerülhettél idáig? Köszönöm. Idáig azért a... Hát ugye az előzmények azok úgy történtek, hogy nagy szenvedély volt ez a vágtázás már ugye az elejétől fogva. Az első vágtákon még csak nézőként, aztán lassan lovat is sikerült rá szerezni, és hát idén felkeresve Újfehértó települést sikerült már saját színekben oda érni a elővágtára, és onnan sikeresen harmadikként bejutni a nagyvágtára. Mit kell tudni a te múltadról? Mióta lovagolsz? Ki a lovacskád? Kanca vagy sem? Mennyire gyors, erős, bátor? Én olyan 6 éves korom óta lovagolok, tehát egy jó 10 év folyamatos lovaglás során. Suták Jánoséknál készül a lovacskánk. Csak nem Suták Vandához van köze. Így van, tehát Suták Vandának az édesapja. Ugye ő volt az, aki pár évvel ezelőtt megnyerte a vágtát. Az első vágtát az elsőt. Nyerték. Így van. És most ott tréningezik a lovat, Liliomnak hívják. Ez egy pej kanca lovacska, és most elég kirobbanó formában van. Éppen a vállaimban érzem is a kirobbanását. Szabolcs-Szatmár Bereg megye összes lakója méltán lehet rád büszke, és mindenki majd ott fog a televíziók előtt szorítani, vagy éppen a fővárosban. Polgármester úr biztos, hogy ott lesz Pesten, mert hogy büszkeséggel tölti el, gondolom én, az önkormányzatot és egész Újfehértót, hogy ott lehet Ricsi a versenyen. Ez gyakori, vagy éppen első alkalom? Hát büszkeséggel tölt el bennünket, annál is inkább, mert ugyan a lovas tanya, ahol a Ricsinek a lovai vannak, az már nem újfehértói közigazgatási terület, de egyébként ő meg újfehértói születésű, és a város életébe is, a vágta életébe is első alkalom, hogy újfehértói lovas megmérettetik, és a település pedig meg tud jelenni a vágtakorzón egy kiállítással, kis bemutatkozási lehetőséggel. Van mellettünk, mögöttünk a stúdió másik szegletében egy ilyen kis mini kiállítás, ezeknek a darabjait majd Pesten is lehet látni, mert hogy nem feltétlen csak lovassal érkezik Újfehértó Budapestre, hanem... Gyakorlatilag sokat gondolkodtunk, hogy mit lehetne, amitől egyedivé lehetne tenni az újfehértói sátrat, hogy ott megálljanak, megnézik, megcsodálják. És miután a Keleti Gyepű Szövetség az Újfehértón székel, azt beszéltük meg az IASZ barátainkkal, hogy egy jurta részletet berendezünk, hisz egy egész jurtát a adottságok miatt nem tudunk odavinni, és ott szeretnénk megmutatni azt, hogy őseink tulajdonképpen milyen ruhába jártak, milyen nyilakat, milyen fegyvereket használtak, és lesz 2 ízig, vérig, mozgó újfehértói ember, aki egész nap beöltözve ott a sátorba, sátor környékén ezt meg is mutatja, és meg is lehet lesz tapogatni, meg is lehet lesz simogatni, meg is lehet lesz fogni. De lehet-e már tudnotok nektek versengőknek, hogy
hány méteren keresztül kell vágtázni, milyen a pálya, tehát azért felkészültetek valahogy erre a nagy nemzeti vágtára? Így van, ez már tudatos, hogy 1200 méteren futnak a lovak. Az elővágtákon, a nagy, a végén, a legutolsó, már a döntőben 1600 méter lesz a táv. Nagyon szeretnénk egy jó sorsolást kifogni, és egy belső pályáról, vagy középről indulni, de természetesen bármelyik helyről célra törően fogunk teljesíteni. Mennyire fontos az, hogy tényleg mondjuk belső pályát fog ki? Sokkal egyszerűbb a start, vagy ez miért fontos? A belső pályán lévő lovasnak, tehát a lovas megtarthatja a pozícióját, az összes többi kizárás lehet abból, hogyha a hátsó pályáról bevág a többi lovas elé, és akkor ott már egy keresztezést láthatnak, az viszont már nem tarthatja meg a pozícióját ott bent, tehát az a legjobb, hogyha egy belső pályáról sikeresen startolva, külső pályáról is lehet sikeresen startolva, viszont ott több odafigyeléssel a sporttársakra. Hát meg nagyobb vágtával kell akkor indulni valahol. Egy nagyobb vágtával, így. Igen. Évekkel ezelőtt, ahogy visszaidézem ezeket a versenyeket, ez a köteles elengedéssel rajtoltatják a versenyt. Ez idén is így marad? Vagy így hogy van, lesz? Ez csak így tud működni. Ez na ez micsoda, ezt meséld már eme, hogy mi laikusok vagyunk, a nézők is, meg én is. Igen, a galoppáján a Kincsen Parkban ott egy startgépből indulnak a lovak, aha, viszont ott vagy egy egyenes végéről és a körpályára érkeznek, vagy pedig ki tudják húzni az idő alatt, mire körbeérnek. Itt azért gumikötél van, mert az a körülbelül 45 másodperc, mire körbeérnek egyszer a lovak, az kevés arra, hogy bármilyen eszközzel kihúzzák ezt a szerkezetet. Ez is teljesen korrekt elengedési mód. Uh-huh. Itt már a lovaknak a türelme és a figyelme fogja meghatározni a startot legfőképpen. Szerencsén és pár másodpercen is múlhat a győzelem. Szombaton délután, kedves hölgyek és urak, én azt mondom, hogy mindenki Garai Ricsinek és Újfehértónak szurkoljon, és akit csak teheti, látogasson el Budapestre, hiszen gyönyörű kiállítással is készül az önkormányzat, ahogy polgármester úr is említette. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, arra kérlek titeket, hogy maradjatok még, mert hogy ajánlunk nektek is, meg a nézőknek, ugyanis a Vidor Fesztivál még mindig tart Nyíregyházán, azonban egy kis összegzéssel készültünk önöknek, mind zenei, mind színházi téren. Előbb jöjjön a teátrumi összefoglalunk íme. Robert, létezik? Bernard! Kaptam tőle virágot. Mégse üres kézzel, kedves édesanyádnak. Én nem az anyám. Nem? Ó, feleséged, gratulálok! Nem, nem a feleségem. Hát? Házvezetőnő. Tényleg, azt a mindenit? Olyan még van. Most elnézést kérek. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy egy jó vígjáték szülessen? Hát szerintem az kell hozzá, hogy a néző az magára ismerhessen, ez a legfontosabb. Az a néző, aki ott ül lenne a nézőtéren, az mint hogyha vele is megtörténhetne az a képtelen esemény, amit a színpadon lát. Ez egy kulcs, szerintem kulcsa annak, mert hogyha nem, ő ezt nem tudja elképzelni, vagy nagyon távol állna az igazságtól a dolog, akkor szerintem egy kicsit sekélyesebbre sikeredhetne egy-két vígjáték. Aztán meg azt gondolom erről, ez egy személyes véleményem, hogy ez a fajta színjátszás, amit megkövetel mondjuk egy-egy ilyen vígjátéknak az olyas valami, mint mikor a cirkuszban elkapják egymást ott fönt a légtornászok, és hogyha ott nem abban a pillanatban mondjuk azt a végszót, nem abban a pillanatban, és nem úgy mondjuk, és akkor nem kapjuk el egymás kezét ott a színpadon, akkor abból könnyen le tudunk esni onnan a magasból. Ugye ez egy eléggé, amennyire könnyű, annyira nehéz műfaj is, szerintem a végjáték. Jól vagyok én, de minek? Vizet? Vizet soha köszönöm! Könyörű, ne csináljál, de frász tört ki! Nem tudom, ez lehet, hogy a stressz. Ön kit alakít a mai előadásban?
Én egy olyan ügyefogyott fiút játszom benne, aki elveszti a személyazonosságát, mert mindenki azt gondolja róla, hogy meghalt. Aztán kiderül, hogy mégsem halt meg természetesen, hanem csak nincs meg a személyigazolványa, és egy ilyen képtelen dolog előfordulhat bármikor, bármilyen országban. És aztán egyszer csak rajta kellene, hogy segítsenek, és aztán egyszer csak a darab közepén ő segít mindenkin megoldani, így úgy a bonyodalmakat. Kérdés az, hogy mi ez itt? Milyen ez a szőke ciklon, illetve maga a darab, ez a rejtő darab? Van egy nagyon izgalmas kerettörténet, amit a Szente Vajk talált ki, és akkor ezen a kerettörténeten belül bontakozik ki maga a rejtő regény, és hát, hogyha így jellemezni kéne ezt a lányt, akkor nagyon okos, nagyon szeles, nagyon szenvedélyes, nem nagyon ismeri a határokat, és tényleg olyan, mint egy ciklon, mindent elsöpör maga előtt, maga után, maga körül, és végül egy férfi szívét is bekebelezi. Álmodozó és inkorrekt úr, Miss Weston melletti manzát szobát érni, és üres óráiban főz, és reménytelenül szerelmes Miss Evelyn Weston. Na de kérem! Mi öten vagyunk színészek, de talán 25-26 szerepet játszunk. Longson and Noise. Ez alatt Eddie Lansing töretlenül hallgatózott. Legszívesebben mind a két fülét a falhoz tapasztotta volna, ha a természet nem olyanképpen osztja be a füleinket, a hallgatózó ember nagy bosszúságára, hogy azon két párhuzamos sík irányába nőjenek ki az arcunkból. Ez csodálatos történet. Én vagyok egyébként alapjában a szomszéd, aki szeret hallgatózni. Ez azért alapvető és legfontosabb karakter, ez vagyok én, aki belesodródik, ugye mindannyian civil figuraként belesodródunk egy helyzetbe, Rejtő Jenő írja a regényét, és közben az odaérkező szomszéd, az apa, a költöztető kénytelen, kelletlen eljátsz ezeket a rejtői figurákat. Tehát így elevenednek a rejtői figurák a darabban, ami civil szemüvegünkön keresztül. Meg a vásztok, meg a nejlót, szegély réceg szénére mésztek, egy jó sung, amit eldobott, nincs hatása az egészre. Egy jó sung, amit eldobott, nincs hatása az egészre, az egészre, az egészre. Hogyan fogadja a közönség, hogy Recsó Krisztián most már nem csak regényeket ír, meg eszéket, meg mindenfélét, hanem most már zenél is? Csak ebben a közökben zenélek, mert hogy egy olyan jó alkotói közösség lettünk. A Laci is elkezdett prózát írni, megjelent egy kötete. Én újra elővettem a gitárt, és újra elővettem azt a régi hagyományt, hogy ha gitáron a kezemben, akkor előbb-utóbb dalokat is írok. De azért ez a közös munkánk gyümölcse, tehát hogy ez valahogy így ebben a közegben él. Szokták nekem mondani, hogy hát akkor jaj, de jó, hát akkor íróalsó, találkozol, hozzá a gitárt. Nem, ez egy nagy különbség. Én nem lettem ettől zenész, nem lett ettől más, amit csinálok. Alapjaiban minden ugyanúgy működik. Ez a duó az, ami megengedi azt, hogy egy ilyen alkotói térben ezt megmutathassam, hiszen ugyanilyen őszintességgel jön a Laci, aki meg a prózát hozza. És így a mi közös alkotói műhelyünk, az valahogy egy lehetőséget ad erre, azzal, hogy közös dalaink vannak, és azzal, hogy új szerepben megmutatkozunk. A kercuszok, remél ostoba, 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 remél ostoba. Szerintem a következő vendégem is szurkol majd Újfehértónak, meg Újfehértó lovasának, hiszen itt ül velem szemben Bíró János a Móricz kertből. Szia! Szia! Hát képzeld el, hogy pont múlt héten ígértem meg a Weekend nézőinek, hogy ugye az 56-os jubileumi év miatt egyre többször próbálunk majd ezzel a eseménnyel foglalkozni, és hát rengeteg kiállítás, rengeteg program segíti a munkánkat nekünk is, többek között ti is, mert hogy ingyenes rendezvényekkel emlékeztek vissza a 60 évvel ezelőtti forradalmi történésekre. Hogyan és miért? Így van. Idén ugye az 56-os forradalom 60. évfordulójára a romkocsmák számára pályázatot írtak ki. És a megemlékezés az nálunk úgy néz ki, hogy filmvetítések vannak, lesz egy színház előadásunk, illetve folyamatosan plakátinstallációk láthatók a kertben. Összesen 8 filmet vetítettünk, illetve vetítünk, mert már 5 lement, még 3 van hátra. Most vasárnap lesz a Parador Ungaró
című film, ami a nyírség emberek számára különösen fontos lehet, ugyanis egy nyírségből Kolumbiába disszidált, az 56-os forradalmat követően disszidált emberről szól. Ezen kívül még ami hátra van filmünk, az a Tűzoltó utca 25 Szabó István rendezésében, illetve egy román film a Vöröskesztyűk címmel. Ezt azért mondod így, hogy ezek vannak még hátra, mert hogy már vannak filmek, amiket láthattak az érdeklődők? Így van, már vetítettünk filmet. Hát, ilyen nagy klasszikusokat természetesen, mint az Eldorado, a Tanú, Megáll az idő. És ezeket hogy válogattátok össze? Tehát így gondolkodom azon, hogy így ül a Muritz-kertes, nem tudom, szervező brigád, vagy éppen az ott lévő vendégek, és akkor azt mondják, hogy na akkor ez a film, ez tök jó lenne, mert ez valahogy köthető 56-hoz, vagy ez hogy működött? Két filmforgalmazót kerestünk meg, és ők ajánlották ezeket a filmeket. Nyilván ugye a tematika az adott volt, tehát hogy vagy 56-ban játszódjon, vagy a forradalom következményeivel foglalkozzon, vagy a korban, te ugye a Tanú az nem feltétlenül 56-ról szól, de mindenképpen az azt megelőző korszakot mutatja be. Említettél ilyen installációkat, mi az, ami úgy meg-meg akaszthatja az érdeklődők szemét, vagy miért különleges ez a dolog? Igazából ez egy plakát installáció, ahol a 56-os eseményekről tájékozódhatnak a vendégek. Illetve nem csak filmek, meg installációk vannak, hanem ha jól emlékszem, akkor ilyen zenés, színházi előadások is lesznek, vagy voltak? Nem, ez még hátra van, szeptember 23-án lesz, talán Teátrum előadásában. Egy tulajdonképpen egy 56-os tematikájú versekből, dalokból álló előadás. Mennyire nyitottak az emberek, a fiatalok erre, és akkor mondhatom ezt, hogy inkább a fiatalabb társaság az, aki jár ezekre a helyekre, ugye romkocsmákba. Tehát gondolok itt arra, hogy elfogadóak, érdeklődőek, ugye a saját szüleikről, nagyszüleikről azért olvashatnak különböző információkat. Milyenek a visszajelzések, hiszen azért ez a programsorozat, ez az ingyenes programsorozat már megy egy ideje. Így van, hát ha nem is valaki feltétlenül azzal a szándékkal jön be, hogy megnézen egy ilyen filmet, de hogyha a belenézés érdekesnek találja, akkor le fog ülni, legalábbis ez a tapasztalat, és meg fogja nézni. Miért tartottátok fontosnak, hogy ti is pályázzatok, megmutassátok ezt a fajta komolyságát is a helynek? Igazából ugye a mi korosztályunk sem feltétlen tudott sokat 56-ról, hiszen pont abban az időszakban jártunk iskolában, amikor még nem, meg már nem nagyon tanítottak róla semmit. Viszont én úgy gondolom, hogy ez mindenképp a magyarság történetében egy kiemelkedő esemény, és hogy kerek évforduló van, ez szerintem adta magát, hogy nekünk is ezzel foglalkoznunk kell. Na akkor nézzük így utolsó fél percben, egy percben, hogy mi lesz a következő ingyenes program ezzel a résszel kapcsolatosan, hova és mikor kell érkeznie az érdeklődőknek. Most vasárnap a Parador Ungaró című filmet fogjuk vetíteni, a közösségi oldalunkon, honlapunkon pedig megtalálható minden információ egyébként. Köszönöm szépen a segítségedet, meg azt, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélhetőleg nagyon sokan fogják látogatni ezt a programsorozatot. Mi pedig, ha már programok, hát a Vidor Fesztivál idén nem csak a világzenéről szól, persze az sem maradhat ki, összefoglalunk, ezt is igazolja. Múlt hét pénteken startolt a Vidámság és Derű országos fesztiválja, immár 15. alkalommal Nyíregyházán és a megye több helyszínén. Vidor, talán ez a szó ugrik be a legtöbbeknek, ha Nyíregyházára gondolnak, főleg kulturális életére. A soknapos rendezvény hivatalos megnyitóján Szabó Tünde, nyíregyházi kötődésű államtitkár is köszöntötte a közönséget. Már a 15. Vidor Fesztivált nyithattuk meg, ami szerintem egyedülálló Magyarországon, és hogyha nézzük a világban, hogy a fesztiválok ugye érkeznek és mennek, ez tényleg azt mutatja, hogy nyíregyháziak mennyire összetartóak, kitartóak, és ami a céljuk, azt meg is valósítják. A lufikat elengedték, Nyíregyháza pedig jó pár napja a vidámságról, a színházról, a kikapcsolódásról, na meg a zenéről szól. A városnak szinte nincs olyan pontja, ahol nem csöppenünk egy vidoros program közepébe. A fesztivál egyik fő helyszíne a Kossuth tér, ahol karikaturisták, élőszobrok, búhócok vagy akár foci zsonglőr szórakoztatja a közönséget.
A Vidor Fesztivál zenei kínálata ebben az évben megújult, a vendégeket pedig minden este 7 órától várta a nagy színpad. Az elmúlt években megszokhatta a közönség, hogy csak egy világzenei irányzatot kaphatott napról napra, mind külföldi, mind magyar zenekarok kapcsán. Én nyitottam egy kicsit ismertebb zenekarok felé. Itt is mindenképpen a minőséget meg szerettem volna tartani, de azt szerettem volna, hogy olyan fellépőket is láthassanak a fesztivál rajongói, akiket egyébként nem mindig láthat. Vidor Fesztivál! Hadd halljam a hangotokat! Idén első alkalommal lépett fel Puskás Peti és zenekara a The Bieber-t, aki eddig talán nem ismerte a nevüket, az első szám után akár egy életre megjegyezhette azt. A zenekar énekese Puskás Peti és öccse Dani Nyíregyházán nőtt fel, a fesztivál nagy színpadán azonban először mutatkozhattak be. Az együttes az elektronikus tánczenéjével az elmúlt években lett a magyar popzene egyik meghatározó bandája. Keep it moving, Nyíregyháza! Let me see you keep it moving! Hit up, get around! Represent where you're coming from! Hook me a helyzet! From the front to the back, És hook me a helyzet! Hey, na gyere! Gyere! Bounce! Wanna see your body? Bounce! Make your love in the dance floor! Bounce! Az egyik legnagyobb tömeget megmozgató zenekar a Honey Beast volt. Estire megtelt a Kossuth tér, az együttes pedig nem okozott csalódást a nyíregyházi közönségnek. És nem alkol velem 105 kiló, de leszólít folytok mindent, ahol a sírok az esőben titokban, még olyanom sincs, akivel megosszam. A tilosban, és nem érdekel, hogy mindenki szembe rohan. Olyan jó, nagyon jó a nyíregyházi közönség, többször is jártunk, már voltunk klubbulin is, kétszer is, illetve nagyobb rendezvényeken is, és azt vettem észre, hogy nagyon nyitottak itt az emberek, tudják a dalokat, olyan dalszövegeket is tudnak, amik még nem hangzottak el a rádiókban, úgyhogy ez nekünk mindig nagyon jó érzés, és jó ide visszajönni. 2014-ben lett igazán híres a zenekar, mennyire változott azóta meg az élete? Szinte teljesen megváltozott az egész zenekarnak az élete. Folyamatosan turnén vagyunk, gyakorlatilag az őszi és a nyári turné egyáltalán, tehát mint dátumok szempontjából elválaszthatatlan egymástól, mert folyamatosan tényleg mi szinte minden hétvégére esnek bulik. Hála az égnek, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen megváltozott meg. Az is más, hogy egyre inkább felismernek minket az emberek, úgyhogy ez is egy más perspektívából működik most már. Jó érzés természetesen, meg sok felelősség is társul hozzá. Igen, hát mindenképpen más. És hussal is illant már, szálló lufi, mit vártál? Egy perc csak a bónottál, és emléké lett, tudar élet. És pont mikor megvolt már, ez van ki a gannod kell. Ha nem, nehogy álmodtál, és hussal éle, ez a vége. Drágáim, ez a Bódó Táci mű dalunk, nyomjuk együtt! A zenekar 2014-ben lett országszerte is az egyik legismertebb együttes. Azóta is töretlen a siker, ennek okáról is mesélt az énekes Tarján Zsófi. Bencsi Kovács Zoltán írja a szövegeinket, és azelőtt is ő írta, meg egyébként az előttem lévő énekesnő is gyakran írt szövegeket, akit Cutor Anettnek hívtak. Na, most a lényeg az, hogy a dal előtt már 10 éve praktizált ez a zenekar, és folyamatosan készültek a dalok, tehát volt egy gyakorlatunk abban, hogy kreatív munkát végezzünk együtt, és
elég sokszor reflektáltunk a körülöttünk lévő világra, és az ma is így van, most is folyamatosan születnek az új dalok. Folyamatosan figyeljük a zenei trendeket, meg a körülöttünk történő dolgokat, és hát tulajdonképpen lett ebbe egy gyakorlatunk, és ezért tudtunk fenn is maradni, mert már megtanultunk tempózni ennek a víznek, vagy árnak a tetején, vagy van benne. Bencsik Kovács Zoltán írja a dalokat is, meg ő is hangszereli őket. A koncepciónk az nagyjából arról szól, hogy gazdag dallamokból álljon a muzsikánk, és kemény szövegekből. Ugye Honey és Beast, ez a két ellentét, ugye lágy dallamok, ugyanakkor kemény szövegek. Ha van egy ötletem, azt elmondom. Általában egyébként, hogyha valami ötletem felmerül, akkor azt arra elég nyitott az Oli is, meg a zenekar is. Úgyhogy ha bele is szólok, akkor az általában nyitottságra talál, fülekre. Szemmel jön az élmény a forgatagban, még jó, hogy az előzőt veszni hagytam. Kis szemmel célhoz eltalál egy sörét, szerelem első látása rám bíz a sörét. Másnap jó, egyszerű az egész, de úgy várom a reggelt, mint taciban a zenét. Egyikben fagyik, másik kéz a kézben, szakadunk egy semmiségen. A szerelmek a régi barátok, jó volna már nem gondolni rátok. Lucska sok pedig a parti sétány, hol vannak a srácok, csak egy példány. Unikum a folytva minden, még miért hiányzik, nem volt enyém. Nincs romantika, de ugyanaz a tészlet, kifogyott a készlet. Ősszel általában a zenekarok ugye el szoktak kezdeni egy klubturnét, most ez velünk egy kicsit másképp fog történni, mert lesz november végén egy nagyobb esemény, amire készül a zenekar. Úgyhogy az ősz brainstorminggal, próbákkal, ötleteléssel és megvalósításra fog telni. Egy teljesen másfajta munka veszi kezdetét, egy kicsit más, mint amit eddig csináltunk. Új lemez is készül, hát ez is egy elég nagy szabású terv, csak még nem beszéletek sokat. Új lemez is készül, mert mutatott egy-két dalvázatot az Oli, illetve dalszöveget, és hát szerintem erős lesz. Nem lesz semmi baj, ne félj, ne harcolj, csendes buthali, az arcodon nem láthatják, ez sem sír. Minden néma perccel könnyebb, nem számít, hogy köcsbe görnyed, benn a lelked, tedd megérted. A nagy színpadi programokat végül szombat este a szerbiai trombita művész Boban Markovics és Rezes bandájának fellépése zárja. Végtelenbe, boszorkány lebb.